Hú, na srácok, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Mondjuk ott, hogy sziasztok. Megnéztem, hogy mikor indítottam el a játékot utoljára, és ez a dátum, ez március 16. Most június 3 van, amikor ez a felvétel készül. És nem azért nem játszottam a játékkal ilyen sokáig, mert nem volt hozzá kedvem, vagy el szeretném kaszálni a sorozatot. Szimplán nincsen annyi szabadidőm. Nem csak erre az egy játékra, hanem az összes többire. Az a helyzet, hogy felborult az egész életem, és a millió szabadidőm így lecsökkent kb. Nullára. Nem szeretnék most belemenni a részletekbe, legyen egyelőre annyi elég, hogy a mostani helyzetet, meg a videókat még egyelőre nem tudom, hogy hogyan varázsoljam össze, hogy tudjak rendszeresen tartalmat gyártani. Amikor van egy hangyapöcsnyi időm, akkor nyilván fogok videót készíteni, de a napi egy videót nem tudom tartani. Ez a helyzet. Aki esetleg kíváncsi rá, hogy ez miért van, nyugodtan kérdezze meg kommentben, válaszolni fogok rá. Valószínűleg egy kisebb regényt fog kapni. De én ezt most szóban nem szeretném elmondani, mert minimum 5 percig tartana elregélni. Na de, menjünk és folytassuk a játékot, amit fogalmam sincs, hogy hol hagytam abba. Úgyhogy nézzük meg. Az elveszett falu, meg tisztítsd meg a falut. Jól van. Hát először is megnézzük a kimérát, mert ő visszatért. Úgyhogy meglátogatjuk. Ó, kaptam egy csomó aranyat. A kimérát mondjuk etessük meg. Úgy tudom, hogy ilyenekkel lehet etetni. 90%. Legyél 100%-on. És akkor nézzük meg, hogy új, sok aranyat hozol nekem. Hozzá nekem sok aranyat. Menjél vadászni. Kösz. Jó. És akkor most menjünk tovább. Mindjárt megnézzük itt ezen a tintakapun, hogy itt van. Igen. Hát csak ez van. Úgyhogy menjünk oda. Az a helyzet, hogy olyan régen ültem kamera előtt, hogy azt se tudom, hogy kell videót készíteni, elfelejtettem. Tényleg, utoljára... A fasz! Jó, ez az élet. Ez valami skill. Ja, ASD kell nekem, jó. Úgy látom, Katarina meghalt. Meg mindjárt én is. A tököm van. Úristen. Ha majdnem meghaltam. Haj már meg, kösz. Milyen portál lesz, hogy ide jössz és egyből 600 ellenség neked esik, nem már? Jó, de emlékszem, mit hagytam utoljára abba. Szépen odé fordítottuk a hullát, és nem történt semmi. Döglés. Mondom, döglés. Haj már meg, kösz. Na, szóval, utoljára így intenzíven akkor ültem kamera előtt, amikor megjött a PS5, és végig toltam a Demon Souls. És azért az nem most volt, az is márciusban volt. Hát igen, áprilisban kezdtem dolgozni az új helyen. Meg is látszik a szabadidő. Na mindegy. Mondjuk lehet, nem ártott volna elolvasni, hogy most miről beszélgetne. Jó. Kicsit hátrálunk. Döglés, döglés, döglés van. Mondom, hogy döglés. Jó. Lehet, hogy nem kellett volna healelni, mert most úgyis visszatöltött volna a HP. Na mindegy.
Te, ezeket úgy fogom utálni, ezekkel a hülye tűzgolyókkal, hogy nem igaz. Úgy szopkodják az életemet, mint hogyha az életük függne rajta, vagy én nem tudom. Szintlépés! Na azt már rakom is gyorsan damagéra. Jó. Hogy kell szintet lépni? Várjál már. Karakter. K. Igen. Ez egyik. Jézusom. Mondjuk ezt ki kéne rakni így teljes képernyőre. Ez mit csinál? Várjál csak. Jó, ez jöhet. Ezt egyelőre bezárjuk. És... mi a másik? Ez a kapu, ez T, az nem. I. Inventory. J. Az a log. I, ide nincsen még. Hát nem tudom, hogy kell. Ja, itt van. C. C, mint karakterlap. Penge mágia. Adjál damagét. Úgy van. Jézus úristen. A 3 hónap kihagyás. Meg is látszik. Jó, nyilván azért közben voltak a játékból videók, mert azért amikor időm engedte, én dolgoztam előre. De... nem szabad ennyi időket kihagyni, amikor egy játékot elkezdesz. Jézus úristen. Mik ezek a manók? Húzzatok már innen, fú te. Jól van. Aha, Katarina egyből rácsapott a pénzre. Időlassítás! Eszembe jutott, hogy ilyen nem is van, haha. Hú, de meghaltak. Miért jöttem ide, azon kívül, hogy itt van egy láda? Várjál, majd van egy ilyen békaszobor. Look, there is an inscription on this idol in the ancient gnome dialect. Igen. I'm sure I saw more around the village. Can you read it, please? Runs deep, facing the abyss. Aha. Ennyi? Úgy néz ki, hogy igen, ennyi. Hát jó. Ha nem történt semmi, akkor nem történt semmi. Őt a nagyot. Úgy. Na, megy ez. Oda menjél már. Mondjuk lehet, hogy ide kellett volna az időlassítás ezekhez. Valószínű. Jó. Az meghalt. De várjál már, mert itt van valaki. Itt. Stranger, save us. We are starving. Éheztek. I thought all the gnomes had left the village. This is a sturdy door, and we refuse to leave our valuables behind. Mm-hmm. So they would rather starve to death for some trinkets? Oh well. Bah, we can hold out here for months, if you do us one small and unremarkable service. Explain, please. There is a scrim beast locked in a cage at the bridge. It's just what we need for a wonderful. Gondoltam, hogy kaját kell nekik hozni. So you want us to bring that thing here for you to eat? Exactly. It's a docile creature. No need to worry. Ó, képzelem, hogy mennyire leszel így jószág, de jó, oké. Okay. Nyilván meg kell ölnöm. Az? Anyád, az egy undorító béka, fúj.
Bossz, meg nem néztem az életemet. Úristen. Ez mi volt? Nem is látom, hogy mik vannak ott. Itt viszont van egy kincses láda. Jézusom, mi volt ez? Utálom a békákat. Minden játékban utálom a békákat. A való életben is utálom a békákat. Undorodom tőlük, fúj. Na, szóval. Valahova ide kell eljönnöm. Azt mondta, hogy szelíd jószág. Képzelem. De eleve innen jöttem. Várjál. Eleve innen jöttem. Akkor mit nem öltem? Itt is van egy békaszobor. Jó. Ja, hogy az? Én azt láttam. És ezt akarják megenni? Azt mondja, mindjárt bevérzik a füle. He is calling monsters from the deep ink. Look. Aha. A rohadt anyátot. Hajd meg. Jön még? Jó, visszatért a kiméren. The beast fell silent as soon as we killed the abominations. Mm-hmm. Never felt so much pain in my spectral life. Can we help this poor thing now? Ránk uszított egy csomó ellenséget, és meg segíteni akarunk neki. Megint hívott egy... Megint hívta haverjait. Mi? Ez szétrobbant. I acted on impulse, for the sake of my afterlife sanity. It's definitely cuter when it's dead. The gnomes wanted to kill it anyway. Grab the remains. And let's head back. Ez öngyilkos lett. Én azt hittem, hogy ezzel sikollyal hív még erősítést. De hál' Istennek nem. Benyomta a suicide üzemmódot. Az rip. Na mindegy, elvisszük ezeknek az éhező embereknek, mondom, oda kattintok föl. Oda kattintok és a Van Helsing meg, ott is van lenne egy béka. Meglepődtek, hogy élünk. It's almost like Úristen. You insolent little. Just let it go, Van Helsing. What about our soup? We also need some spices. Hey, hey! Hát én mindjárt rárúgom az ajtót és kinyírom őket. Na, szóval, itt van egy békaszobor. Ezt én megnyomtam az előbb. A dark mirror, shaped like a ring. Nem, most... Jó van, hát akkor megyünk. Na, az időlassítás ide kell. Ezekhez a szárnyas tűzgolyót köpködő szarokhoz. Na, itt van. Egy küldetés kész. Ez az. És most? Itt megyünk tovább, másfelé úgysem tudok menni. Jó, hát a töltőképernyőn közben befagy, vagy nem?
Na. Mm-hmm. Az erdőn át. Közben Katarina szintet lép. Képzettség, pontok, ne nézzük, szívóság. Ó. Ez mondjuk nem rossz, csak Katarinának ahhoz ellenséget kell, hogy jöjjön. Na jó. Jó, hát Katarina meghalt. Jó, a rádió üzenetet azt nem olvastam el. Na, tessék szépen békén hagyni. Utálom a köpködő ellenségeket, meg mindenki más, akinek távolsági támadása van. Ó, ma megint egy ilyen undorító nagy béka fúj. Azok is, mi az Isten? Milyen ellenségek vannak már itt tényleg? Jó, egyedül vagyok. Tipli. Jó, taktikai visszavonulás. Aszki. Jó? Mi? Visszaránt! Ez tud ilyet. Na várjál csak. Gyere ki abból a szarból, kösz. Menj már innen, mi az Isten kis üzék? Fúj! Ezeket nem láttam az előbb a susnyásban. Kösz, hogy ide rántottál. Jó, meghalunk. Az... Egy ütés kellett volna ennek a szarnak. Egy. Nem több, egy. Fú, ezekkel a békákkal meg fog gyűlni a bajom. Kettővel találkoztam, és mind a kettő megölt. Na, miért nem lehet telepakolni a játékot ilyen apró kis szar ellenségekkel, akik ilyen könnyen meghalnak? Így, ilyenekkel. De ezek honnan jönnek amúgy? Ja, itt a fészkük. Ott van még egy fészek. Ezekről ennyit. Istenem. Oh,
Úgy. Láda. Árjál már, ott is a kincses láda. Hogy elbújt? Azokban meg semmi. Wanting to tell you something for a while, Van Helsing. Something has changed in me. It's not the right moment to discuss your afterlife issues, Katarina. Oh, you. It's not that. Since the ink has been in turmoil, I've felt that I have some control over it. Almost as if I could try to shape it. How is that possible? There do you think all those ghosts go who don't want to haunt smelly old houses? To the darkest realm of the Inn. To the blue circles of the Nightmare Hollow. Megvan. We're getting reports of monsters attacking the city. Jó. Tehát megvan, merre kell tovább menni. Tehát szétnézünk minden más irányba. Ami könnyen a halálomat jelentheti. Még a loot is lassítva jön ki a ládából. Na. Jézusom. Jaj, ne, mik ezek? Ezek még világítanak kéken? Itt egy portál. Na jó. Ha most nem halok meg, akkor soha. Hát mint az oroszok. Szaladj! Az mi? Hát én nem akarok visszamenni a rejtekre, kösz. Kincses láda. Ó, de sok arany volt benne. Aztán majd, ha meghalok, úgyis elbukom az egészet. Még valaki? Meghalt, aki jól van. Nem mondom, hogy könnyű.
kellőképpen nehéz. Én már itt is van egy. Te hogy maradtál életben? Mi? Beindult valami csatazene. Miért? Ott egy pucó! Ó, az meg követ! Jó, hál' Istennek itt értünk. Na, és most mit csinálok? I need healing, nézem, hogy ez milyen képesség. Szóval ez milyen képesség? Ötös. Hát ez marha jó, beakadtam! Szeretem az ilyen ellenségeket, akik nem hagynak még megmozdulni sem. Haladjál már! Istenem! Azonosíts be! Ez még jó is lehet amúgy. Ez akár még jó is lehet. Jó, egyelőre megtartjuk. Hát az van. Ancient shrine with relics protected by a mystical barrier. Na, hogy érdekel. The barrier seems to draw power from the four gates. I've seen this before. It could be brought down by a specific ritual. És mi a rituálé? Azt esetleg elmondanád? Persze, azt ne áruld el. The same curse is hanging over the Wraithwoods, despite the ink spell cutting the forest in half. So we already know what to do. Again. Minden ilyet meg kell keresnem. De jó. Tehát minden ilyen gubót el kell pusztítanom. És van még belőle kettő. Nézd már, itt egy fa. Hát segítség, lehúgyoz a fa. Fejezzétek. Be. A köbdösést. Ez az. Van egy olyan érzés, hogy nem lesz egyszerű azt a szart elpusztítani.
Jézusom, mindenki ide jön! Azt a kurva! Hát annyi élete van, hallod, mint egy bossnak, sose ölöm meg. Lassulj le, kösz. Várjál csak, egy fél pillanat. Ebben a törben mi van? 600-el esély, hogy fegyveres találat azonnal öl. Nem, ezt a kardot meghagyjuk, ezt nem cseréljük le. Az a 6% nem valami sok, de az esély megvan rá. A new source of corruption. Do you want to destroy it? Na ne, hogy el akarom pusztítani. I always love an excuse to destroy something. Na, ez megvan. Tehát ez a kard, ez marad nagyon sokáig, mert 6% eséllyel one shotol. Már emlékszem rá, hogy miért szerettem ezt a kardot. Úgyhogy ezt nem cserélem le. Azt öld már meg. Úgy. Az mi az? There is an inscription on the statue saying, mit mondj? Through four archways, then go the way you came for divine grace. Okay, ez nem tudom, hogy mi volt. Meghalhatnátok! Üssed már! Na, erről van szó. Jó, titeket. Na, ez egyből megölte. Pont beleesett abba 6%-ba. Ez az. I need healing. Ott a healing. Jó. Na és akkor még van egy ilyen hülye gubacs. Elmegyünk azért is. Ezek itt miért pirosak? Aha, már megvan miért. Miket vettünk fel? Ez Katarináé. Ez nem jó.
Vagy adom át neki. Shift-tel. Add meg azt a gyűrűt is. I won't go. Only joking. I'll do it. Ennyi, add el a cuccokat, aztán gyere vissza sok pénzzel, amit aztán majd elbukok megint. Jó, mondjuk kimér azhoz annyi pénzt, hogy nem igaz. Nem tudom, hogy hány millió aranyom van már. Most nyilván nálam van 267 ezer. Majdnem 268. Figyeld, visszateleportál. A new source of corruption. Elpusztítjuk. I always love an excuse to destroy something. De bent a bázison, a ládában meg van 2 vagy 3 millió, de lehet, hogy több. Nézd be. Ja, de mondjuk itt már voltam. Na most azt kéne kitalálni, hogy hol volt az a cucc. Mondjuk erre se voltam még. Ja. Már nincs itt semmi. Tehát az hol volt? Az a láda. Itt volt. De azt mondta, hogy gubacsokat kell. Na mindegy. Van a költség csökkentése. Az mondjuk nem olyan rossz. Az passzívnak majd be fogjuk rakni mindenféleképpen. Na nézzük, hogy merre nem voltam még. Erre. Az, gyepáljad már! Annak van a legtöbb élete. Pusztulat. Azaz. Na, nagyon jó. Ah, itt a kaja. Na, meg Jason Statham. Jó, és akkor még erre is elnézünk, és akkor felfedeztük ott az egész erdőt. Hol van ezeknek a fészkük? Hé! Hey, ez mi az Isten? Look, an old sacrificial site. Brings back memories. It's a gateway to the deepest ink realms, which are, as we learned, the dwelling place of some truly nasty creatures. And someone has tried to rip this gate open recently. From this side, sadly. So much ink is seeping through the cracks that my senses are tingling. I remember an incantation for sealing such fissures, but I just can't recall the whole ritual. It involved drawing an arcane pattern around the gate. Will you give it a try? Azt mondja, hogy emlékszem, de aztán két másodperc múlva mégsem. We might get to meet a big bad creature from the other side. És akkor emlékszel a rituáléra, vagy nem? Blast this incantation. Every time I make a mistake, the cracks get wider. Hát ezt elbasztam. How about a pony instead? Na te ne lövöldözzél. Ez az. Még. Gyertek. Minél többen jöttök ki a tintába, annál több XP-t kapok.
Na gyere te is halljál meg, na. Hát ez biztos. Jó, nem az. Tehát megvan, hogy melyik az első rúnak ő. Hát csak azt kéne kitalálni, hogy mi a sorrend. Tehát ez biztos. Nem. Hú, ez el fog tartani egy ideig. Szóval ez. Legyen mondjuk az. Jó. Most legyen ez. Fú, jó. Ó, hú, hál' Istennek. Sikerült. The gate is closed. So there goes my hope of meeting a charmingly evil creature. Oké, ezt bemákoltam. Well, it's hard to be charming without a face. Jó, azt lezártuk. Hát ezt bemákoltam. Ezt a sorrendet. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerülni fog. Eskü nem néztem meg sehol. Látjátok, hogy nem volt videóban vágás, semmi. Ez full mák. Jó, hát igazából felfedeztük az erdőt, azt a ládát nem tudom, hogy hogy lehetne kinyitni. Egyelőre ott marad, menjünk tovább. Oda. Azt olvastam, hogy alkoholista. Mindegy, bosst kell ölni. Van Helsing, my master told me to expect you. Did you come to your senses? If you are here to serve the faceless Tsar, first én nem borulok térdre senki előtt, azt felejtsd el. Until I decide if you are worthy of servitude. Typical. I don't even deserve an evil monologue. What about me, big lad? But you have already done so much for my master, little Borgovian princess. Az enne az kurva jó. Just like your brothers and sisters did. You will join him in the black heart of the ink and sit at his throne in the void cathedral, where he is watching over everything that happens in your world. I really hope so. I want him to see how I destroy you. Na. Jó, azt nem. Bassza célja nagyon gyorsan, úristen. Hát 41 ezer életre van. Hol vagyok, várjál már? Ne üssed! Menekülj! Ah! Van még ilyen gubacs? Szét kéne törni. Van hát. Ennek is 41 ezer, úristen. Csak azért lassítom le az időt, hogy később érjenek ide az ellenfelek.
Fejezd már be a varázslást. Itt egy kincses láda. Gyerünk Katarina! Egy álló célpontot csak nem tévesztünk már el. Úgy. Hát remélem több már nincs. Pusztulsz. Jó. Kösz. Na most te jössz. Új, de fájt. Jó, taktikai visszavonulás, most lángolunk. Pedig nem is fáztam, hogy befűtött nekünk egy kicsit. Jó, életem az nem sok van. Jó, feltöltöttünk. Úgy látszik, hogy bosszokra nem hat az a 6%. A tápos kurva. Már akarom mondani, hogy... hogy már nem kell neki sok. Gyere onnan! Hagy én öljem meg, ez az. Na! Fejezet teljesítve. Ja, én csak 15-ször haltam meg ebbe a fejezetbe. Fasza. Na. Beazonosítatlan tőr. Na nézzük. Villámsebzés, bűvölés lehetőség. Igen. Ez mi? Ja, hát ez szar. Na sokkal jobb, ami nálam van. Igen, és most? Nem tűnt el a HP-csik. Ja, Vladosz gróffal kell beszélni, akkor visszamegyünk. Csak be a posztok HP-je nem tűnt el. Prisoner Seven's plan was all along. Mm-hmm. He is rewriting the world with the artifact he stole, changing it all back to the age before the weird science, while turning the vampires into invincible monsters. Mm-hmm. The cult of Seven has been destroyed. I cut off the arms. Now I must go for the head. Does my nemesis really think that he could derail me by threatening Borgova? He should know me better by now. Fú, van egy olyan érzésem, hogy ez a hetes fogoly az nagyon veszett ellenfél lesz majd. És tuti ő lesz az endboss is. Ha tippelnem kéne, nyilván. Na. Van szintű lépés elvileg. Damage. 2 pontom van, azt rárakjuk arra. Ha kimaxoljuk, akkor itt vannak ilyen passzívok, hogy 10%-kal csökkenti a mana költséget, 20%-kal, 30%-kal, ezeket ki fogom fejleszteni, mint a húzat. Ez az árnyéktánc? Ez az időzár. Árnyékrobbanás. Melyik az árnyéktánc? Szellemvihar, időzár. Ez damage boost. Turbo. 30% sebzés. Az jó lesz majd. Na, szóval. Kimérelhoz megyünk.
Felveszük tőle a sok aranyat. És akkor a ládába meg bedobjuk az összes aranyat. Tehát sok aranyam van. Na, hozzá még aranyat. És akkor vagy te itt, meg vagy te ott. I got them in Nalavoy. Can you use them? Nyilván tudja. I can create a powerful potion for you with permanent effects right now. Na, készítsd el. I would like to have that potion made, please. Ennyi? El is készült? Misztikus hatás. És az mit csinál? Ennyi? Kaptam HP-t. Na nézzük a grófot. I was so worried that you had met your inevitable demise, and darkness had taken you into its kind embrace. And we wouldn't want to worry about the ghost lady, right? Then worry about your old vampire friends storming through the city. Vampires resilient to sunlight, just like you. Need I remind you that I helped your father to defeat those bloodsuckers decades ago? We are not exactly best friends. First, you must seal the ink gate that led them here. Until then. A merész az egyenlő az öngyilkos terv, ugye? There's already a slight flaw in your previous plan. I can't close any ink gates. But I can, silly. Remember? Stick to your trademark vampire hunting and okay. Leave the ink to me. I still have doubts, but fine. Let's head to the Gothic Quarter. The ink spill destroyed the underground tunnels, but there's a temporary ink gate at the old port. Jó, hát akkor találd meg a tintakaput a gótikus negyed. Jó. There is a large horde of the undead swarming towards the surface. If they are not stopped, they will return. Oh, már megint ez a véd meg a bázis küldetés. Luckily, they will go through one of our old outposts, which has a net. I'll deal with the horde myself. Jó, elbánunk a hordával, de nem most. Ez a véd meg a bázist, ez fuk. A genius and a diplomat. That's me. Yes. Jó. Fú, ez hogy nézett ki? Mondjuk ehhez kellene némi arany. És most raktam be az összeset a ládába. Hát vegyünk ki. Ó, az a 94 000 kicsikét sok. Tudjátok mit? Legyen. Jó. Jó, visszamegyünk a parancsnoki álláshoz. Így. Ezeket kiképezzük. 69, ha érted. Elérhető küldetés. Do you need me now, sir? Jó, te mész ide. What we have here is a total misunderstanding of mad science. Jó, és akkor itt ezek folyamatban vannak. Oké, okay, 21 perc múlva kész. Na, szóval. Nem. Ezt a gótikus kaputinta negyedes vizét, ezt nem csináljuk meg most. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna mára. Kicsi, tudom, hogy kicsikét rövidebb, mint szokott lenni, de az a helyzet, hogy nekem aludnom kell, mert megyek éjszakára dolgozni, és ennyi fért bele. Ennyi szabad időm mind van. Kb. Minden nap ez a 1-2 óra.
de már most is egyébként pihennem kéne, mert 12 óra éjszakázás az egy kicsikét sok. Na mindegy. Na szóval, igyekszem, illetve hát ahogy az idő engedi, igyekszem jelentkezni a következő résszel. Köszönöm szépen már a figyelmet. Sziasztok!